Eltérő véleményen van az etnikai kérdéseket, illetően az államfő és a magyar ifjúsági értekezlet. Olten Csongor miért elnök Bákóban a Románia Ifjúsági Fővárosa Program záró rendezvényén intézett kérdést Klaus Johannishoz. Bár mindkét fél diplomatikusan fogalmazott, a sorok között érezhető volt a felek alapvetően eltérő álláspontja. A román társadalomban kialakult kép szerint a politikai elita jövőre vonatkozó tervek helyett a múltban vészel, a társadalommal folytatott párbeszéd helyett pedig haszontalan politikai harcukkal foglalja el magát, ezt állítja Ultján csongora miért alelnöke, aki azt kérdezte az államfőtől, hogyan segíthetik az ifjúsági szervezetek az etnikum közi kapcsolatok javítását. No, mi, romániai magyar fiatalok, és azt gondolom, hogy a romániai román, vagy más etnikumú fiatalok is, nem akarunk a múltban élni, hanem tanulni akarunk abból, ami történt, és jobb és előre előreláthatóbb jövőt építeni magunknak és gyermekeinknek. Sajnos azonban csak olyan politikusokat látunk, akik vásári módon veszekednek egymással. Válaszában Klaus Joannis ismét kitért arra, hogy ő is kisebbségi és szerinte kevés olyan politikus létezik, akinek érdeke a múlt fantomjainak életben tartása. Hangsúlyozta azonban van azt, hogy a kisebbségi lét elfogadása abból indul ki, hogy az adott kisebbségi is elfogadja a saját státusát. A de, tinerét, de limba magyára. A magyar ifjúsági szervezeteknek jelentős és pozitív szerepük van abban, hogy túllépjünk a román többség és a magyar kisebbség feltételezett nézeteltérésein. Valójában az emberek ugyanazt akarják, többnyire ugyanúgy közelítik meg a kérdést, és jól mondja, a politikusok veszekedése nem old meg semmit, ellenkezőleg súlyosbíthatja a problémát, mert időnként egyesek úgy gondolják, hogy az etnikai kérdés saját arcélük kialakítására fordíthatják. Megváltása szerint számos, nem csak etnikai kisebbségi ember számára nem jelent problémát az Integráció a kölcsönös tolerancia.